Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja november 9-én szerdán. Európai kulturális vállalkozás, ezt mondta nemrég Mária Pócsony Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. A politikus az Európai Bizottság tagjaként is dolgozott, benyomásairól tartott előadást Mária Pócsony. Erről is szó esik ma, nézzük a kínálatot. Reformáció emléknapja, visszatérésről és békességről beszéltek Máté Szalkán. Fejlesztés és takarékosság. Hogyan készül a téli időszak rakáló semjén? Miniszteri látogatás. A közösségekről beszélt Navracsics Tibor. Ismét összegyűltek a Kálvin szobor mellett a mátészalkai reformátusok, hogy megemlékezzenek a reformáció kezdőnapjáról. Teszik ezt immáron 34 éve minden októberben. Idén a visszatérésről és a békességről esett szó rendezvényen. 1999 óta áll Máté Szalkán Közép-Európa első nagyalakos Kálvin szobra. Így gyűltek össze idén is a rendezvény vendégei. A város polgármesterek Kálvin mellett a református gályarabokról is szólt. Nekünk nem kell gályarabságba vonulni, ha hitet akarunk tenni Isten mellett. Ha meg akarjuk vallani az ő nagyságát az év minden napján. És ma, amikor ömlik ránk sok médiumból a szenny, amikor a nemzetet, a hazát, a családot és a közös keresztény értékeket folyamatosan relativizálják, lábbal tiporják, mi példát vehetünk ezekről a hősökről, és kiállhatunk a Jóisten mellett. Bár hordozzad zsarnokláncát, érjen kínos rabhalál, ha hiteted el nem játszád, utad égbe nyitva áll. Örvendj mindig és vigadj, emlékezz, ki népe vagy. Sion nincs többé Isten egynél, benne hát ne kételkedjél. Ezek a protestáns gályarabok egy másodpercre sem engedték el a Jóisten kezét. Megbíztak az Isten erejében. Tudták, amit mi is tudunk, hogy Isten az ő erős váruk. Éppen ezért 1991-ben ezt a bizonyos emlékszobrot Szent II. János Pál pápa megkoszorúzta egy ökumenikus istentisztelet után a kiengesztelődés, a bocsánatkérés és a megbocsátás jegyében. És máig méltó lehet büszke a protestáns egyház és egész Magyarország népe, hittel vallom, hogy minden egyes keresztény ember ezekre a hősökre, akik tudták, hogy a Jóistennek mivel tartoznak. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy vissza kell térni az isteni útra. A legnagyobb egyházi üldözést elszenvező hit az a keresztényi hit. És vajon nekünk itt idézőjebb a jólétbe, élésbe az hitünk meddig tart, az ellen a nyomás ellen, ahol nyugaton már elfordultak a hittől teljesen, és nem a reformáció vagy a folytatáson törik az agyukat, hanem pontosan azon, hogy a nihilbe, abba a jólétbe élnek, és ez elég nekik ahhoz, hogy leéljék az életüket, és nem függenek attól a fajta jó érzéstől, isteni szeretettől, hogy mégiscsak a megbocsátás és a mennyország vár rájuk. Azt gondolom, hogy nekünk ma reformátoroknak a visszatérést kell, hogy segítsük, hiszen ha nem térünk vissza a hitünkhöz, ha nem Isten lesz a kiinduló pontja a mi világunknak, akkor el fogunk veszni, és nem tudom, hogy lesz-e még egy újabb időpont, amikor lehet felvenni vallásként kereszténységet, 50 év múlva, 100 év múlva, vagy ne adjad Isten, 1000 év múlva. Mert ugye a 90. Zsoltár is azt mondja a második részben, hogy 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak ő elmúlása. A Jóistennek ez a 1000 esztendő csak egy pillanat. A mi őseinknek harc volt. Előbb katolikusként, aztán reformátusként, de mégiscsak a hitben megedzett harc.
Nekünk nem kell harcolni, csak kiállni az igazság mellett, kiállni a közösség mellett, kiállni a hitben lévő közösség mellett. És azt gondolom, akkor van reményünk, hogy a következő 1000 esztendő is magyar legyen, keresztény legyen. A kereszténységen belül azt gondolom, hogy pedig a reformátusoknak is helye van, hiszen most ezt ünnepeljük. A vendégek a beszédek után megkoszorúzták Kálvin János szobrát. Az ünnepségen jelenlévő Fekete Károly református püspök Luther alakját idézte fel. A legelső pontja Luthernek az így szólt, hogy mindennapos megtérésre van szükségünk, mert az ember a mindennapok sűrűjében képes arra, hogy újabb és újabb bűnöket kövessen el, újra és újra kihagyja az Istent az életéből, és ezért vissza kell térni hozzá. Úgyhogy ez a mindennapok reformációja. Aztán van egy olyan pont, amelyik azt mondja, hogy az egyház legnagyobb kincse az evangélium, ez a 62. pont. Olyan nagyszerű életfelismerések vannak az evangéliumban Jézus Krisztus ajándékaként, amit újra és újra tanulmányozni kell. Ezért is volt Luther nagy igyekezettel abban, hogy először a Új Szövetséget németre fordította, aztán pedig a teljes Szentírást, ezzel megteremtve a német anyanyelvet, és ahogy nálunk 1590-ben megjelent a Vizsai Biblia, amelyik kultúraformáló, az egész magyar nyelvet meghatározó szókészlettel, gyönyörű nyelvezetben készült, hogy egészen a magyar ember szívéig juttassa el azokat az igéket, amelyekben nem csak egyszerű népi bölcsesség van, hanem az üdvösségre vezető út. És nekünk ez a mai napon is, a 21. században is éltető kincsünk. Az egyház erre féltékenyen kell, hogy vigyázzon, hogy ezt az anyanyelvünkön tisztán hirdetve, a sákramentumokban közkincsé téve oda tudjuk kínálni a mai világnak. A rendezvény a Művelődési Központban folytatódott, ahol a főszervező Fülöp István, a Reformátusok Szatmáriát Egyesület elnöke a békesség fontosságát emelte ki. Békességre van szükség önmagunkkal. Békességre van szükség a családunkban egymással, szomszéddal, magyarnak magyarral. És békességre lenne szüksége a világnak. Szomszédban háború folyik. Békéért imádkozunk, hiszen tudjuk a történelem könyvekből, Istennek hála, mi csak történelem könyvekből szüleink megtapasztalták, hogy milyen is a háború. Mit is lehetne nekünk, reformátusoknak tenni a békéért? Múltkor hallottam a rádióban, hogy megkérdeztek valakit, hogy a reformátusok azok katolikusok? És az a válasz, akármilyen furcsa is, hogy igen. Mert a katolikus az azt jelenti, hogy egyetemes. És mi az egyetemes anyaszentegyház részei vagyunk. És most olyan időket élünk, hogy minden keresztény felekezetnek együtt kell gondolkodnia a békéért. Hiszen más hozzánk távol eső, és talán egy picit idegenebb kultúrák is veszélyeztetik a kereszténységet. Hallhattuk képviselő úr gondolatait is, hogy a legüldözöttebb felekezetek a keresztény felekezetek a világban. Az emléknapon a református iskola művésztanárai műsorát is meghallgathatták a résztvevők. Izgalmas kulturális események, fejlesztések, új kerékpárút, mozgalmas év volt 2022-ben Kálóseményben. Hogyan készül a település a téli időszakra? Vendégem Belica László, Kálósemény polgármestere, jó estét kívánok, köszönöm estét szépen, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük az évvel, tehát az eddig eltelt időszakkal. Sok minden történt azért Kálóseményben. Számomra, ami a legfontosabb volt így kivilállóként, az a kerékpárút fejlesztés. Ez egy fontos téma volt közlekedésbiztonsági szempontból, meg egyáltalán jó, hogyha van egy jó kerékpárút egy településen. Így van, ez volt az elmúlt mögöttünk hagyott évnek a egyik legnagyobb beruházása. A település
teljes belterületi hosszán megvalósult a kerékpárút két gyalogátkelővel, illetőleg a közművek áthelyezésével most már birtokba vették a kerékpárosok és a gyalogosok is, valamint a zarándokok. Kálósemjének az egyik szimbóluma a Kálai Kúria, ahol nem csak kiváló rendezvények vannak, de ahogy én láttam, magánrendezvények, tehát akár esküvőkre, szóval egész sokan szeretnek ott időt eltölteni. Mennyire népszerű volt idén, tudva, hogy ugye volt egy első fél éves pandémiás időszak is. Így van, maga a Kúria megpróbálta minden olyan lehetőséget kihasználni az elmúlt időszakban is, ami a rendezvények tartásához elengedhetetlen volt. Kisebb léptékű rendezvényeket tartottak főképpen, tehát a esküvőkben, a keresztelőkben, magánrendezvényekben, céges rendezvényekben is egyre-egyre kisebbek voltak ezek a létszámok, de emellett természetesen kísérő rendezvényként, kulturális rendezvényekként is önálló kezdeményezésekkel éltek. Múzeum éjszakájában is részt vett. Valóban így van, tehát akár abban, akár jogászkonferencia megtartásában tevékenyen részt vettek, és azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy a következő időszakban is egy olyan palettával fog a nézőközönség elé állni, ami méltán egy jó hírnevet fog adni a településnek. Milyen beruházású fejlesztések voltak még, amit fontosnak tart, vagy ami elindult? Településen, hogyha valaki végig megy annak is a fő utcáján, akkor szembeötlő az, hogy egy görög katolikus templom újul meg. Én múlt héten voltam kint a testvértelepülésünkön a Vasújvároson, ez egy Nagybánya és Szatmár németi között félúton található település, és református, gyönyörű szép református templomuk van, amiben egy toronyóra is lakozik, és büszkélkedtem bele, hogy most már nekünk is lesz toronyóránk Kálósemjében. Megújul mind külsejében, mind belsejében a görög katolikus templomunk, ami műemlék. Négy másik templom is lakozik alatta, és ennek a megújulása ez mindenképpen a település képét fogja erősíteni. Úgy gondolom, ez egy történelmi év a templomot, illetőleg a görög-katolikus hitközséget illetően is. 125 éve áll ez a templom, és remélhetőleg következő év januárra, februárra a belseje és megvől a külseje már szinte készen van. Ez nem csak a görög-katolikusoknak fontos ott, hanem mindenkinek, mert tényleg ez is egy szimbólum, egy olyan épület, amit azonnal észrevesz a odalátogató, hogy ott élő ember. A két katolikus templom fogadja az odalátogatót elsőkörben. Ugye fontos változás volt a település életében az, hogy július 1-től ugye, központtá vált egy térségi központ. Ez feladatokat is rótt, de egyfajta elismerése is a fejlődésnek. A kistérségi társulás székhelye változott, és július 1-jel Kálósemjén nagyközség polgármesteri hivatala látja el, tehát a községben működik. Szociális társulást működtet 9 település, több mint 136 dolgozóval és meg annyi szociális feladattal, idősek, bentlakásos intézménye, nappali ellátása, valamint bölcsőde üzemeltetésével. Ezeket a feladatokat az önkormányzatunk hivatala, illetőleg maga az önkormányzat látja el koordinálását. Jó viszonyban vagyunk, illetőleg partneri viszonyban vagyunk a polgármesterekkel, a környék polgármestereivel, és így megpróbáljuk ezt a feladatot is jól ellátni hírnevünkhöz méltán. Ez jelent plusz terheket is, vagy minden feladathoz a megfelelő forrást is megkapja a település? Természetesen jelent plusz feladatot. Mi azt valljuk, hogy nem csak az intézményrendszernek a működése, ami jövőképünk az az, hogy ezen túlmutató dolog legyen a maga a társulás, tehát ne csak egy intézmény fenntartó szerepkör legyen, hanem legyen annak kulturális, illetőleg közösség megtartó szerepe is. Ugye újabb fejlesztések is lesznek a jövő évben például, a kerékpárút is bővülhet, mire készül a település? Településen azt tudjuk elmondani, hogy Nagykálóval külterületileg már korábban, belterületen ugye most került kialakításra a kerékpárút, és ez a kerékpárút majd fog remélhetőleg tovább menni, ennek a támogatása az megszületett. Tehát Kálósemjén és Máriapócsot össze fogja kötni reményeink szerint egy külterületi kerékpárút szakasz. Ennek a tervezési folyamatában vagyunk, és reméljük, hogy mi hamarabb el fogjuk érni azt, hogy majd fizikai megvalósítás is meg fog történni. Ezek a fejlesztések, ugye most mindenki takarékoskodik, majd erről külön beszélünk, de nem kerültek veszélybe, vagy át kellett gondolni esetleg bizonyos fejlesztéseket, terveket átütemezni későbbre?
Vannak olyan fejlesztéseink, amelyeket végig gondolva leállítottunk, vannak olyan fejlesztések, amelyeket felgyorsítottunk, és vannak olyan fejlesztéseink, amelyeket végérvényesen átformáltunk, és kisebb, szűkebb megvalósítási mechanizmus alakult ki. Vannak olyanok, például mondok egy példát, van egy belügyminisztérium által támogatott gazdaságélénkítő programunk, ennek több mint 85%-os megvalósításában vagyunk, mi az év végéig szeretnénk ezt lezárni, abból azokból kifolyólag is, mert ez egy termelő tevékenység, tehát egy olyan jellegű tevékenység lesz, ami három fő felvételére kerül majd sor, és forrást fog eredményezni. Mi betontöréssel fogunk foglalkozni, tehát hulladékgazdálkodás vagy hulladékfelhasználással, újrahasznosítással fog foglalkozni maga ez a tevékenység, ez a cég, ami végeredményben az önkormányzat non-profit Kft.-je lesz. És akkor vannak olyanok, amelyek később kerülnek megvalósításra? Valóban muszáj volt átütemezni ezeket is, tehát azokat vettük előrébb, ami adott esetben energetikai megtakarítást eredményez. Vannak olyanok, amelyeket szűkebbre kellett nyilván tenni, mert hagyományokhoz kapcsolódott. Gondolok itt például a falunapra, vagy a településünk legnagyobb rendezvényére, tehát ott sem bőlére eresztettük a dolgokat, mert tudtuk azt, hogy azért még jön itt egy ősz, illetőleg egy keményebb tél. Hát ha már szóba került, akkor minden polgármester egy kicsit válságmenedzser mostanság a megyében, bárkivel beszélgetek, mindenkiért. Van, aki azt mondja, hogy amit tudnak, összép húzódnak egy kicsit, van, ahol esetleg egy-két intézmény muszáj bezárni, van, aki úgy van vele, hogy megpróbálják csak takarékosabban üzemeltetve, de mindent nyitva tartani. Kálós Emény hogyan döntött, milyen intézményeket kell fenntartania, és abból mi az, amit esetleg át kellett alakítani most? Amire törekedtünk, az az, hogy a mi településünk egy családbarát díjjal rendelkezik. Tehát a lehető legfontosabb szempont volt a képviselőtestület asztalán is, hiszen tárgyaltuk ezt a témakört, hogy a gyerekek ebből lehetőleg kevesebbet érezzenek. Tehát az oktatási intézményeinkben ott megpróbáltuk minden olyan intézkedést elérni, amivel tudjuk biztosítani azt a komfortot, amit lehetőleg otthon is megkapnak. Vannak olyan intézmények, amelyeket sajnos majd be kell zárnunk. Ezek november 1 és december 1 magasságában fognak majd megtörténni. Ahol lehetett, átálltunk alternatív fűtési módra, illetőleg ott, ahol végképp bezártuk, úgymond bezártuk a téli időszakra, akkor azt 8 fokon temperáljuk, illetőleg a oktatási intézményeknél pedig a 21 fokot határoztuk. Tudnak akkor példát mondani, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyekkel most nem fognak találkozni egy darabig a Kálós Eménynél? A kúria épületét a téli időszakban biztos, hogy be fogjuk zárni, tehát nem fogjuk fűteni, temperálni fogjuk. Van lehetőség arra, hogy nyilván, hogy az arra látogatók, vagy az oda látogatók a múzeumi részt azt megtekintsék, de hát mindenkit arra kérünk, hogy öltözön rétegesen. És akkor az van, ahol a polgármester hivatal dolgozói kicsit összepúzódnak, itt kell-e ilyesmit? Mi polgármesteri hivatalunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy fatüzelésű, vegyes tüzelésű kazánnal rendelkezik. Más intézményeknél is vannak vegyes tüzelésű kazánok, illetőleg adott esetben hőszivattyú is van olyan intézményünk. Ezeknél a irodáknál nincsen szükség arra, hogy a fűtésben bármiféle visszalépést tegyünk. Az önkormányzatunknak van, rendelkezik olyan erdőkkel, illetőleg mezőgazdasági utakkal, amiből kitermelt fával tudjuk fűteni ezt az intézményt is. Lehet már látni, hogy januártól mi lesz a helyzet? Ezt csak azért kérdezem, mert Nyíregyházán például a közülés arról tudott dönteni, hogy december 31-ig mit hoznak meg. A januártól való időszakot még nem látják, hiszen még nem mindenhol van szerződésük. Kálós Emény esetében ez hogyan van? Mi is hasonlóképpen állunk. Nekünk sincsen még bizonyos energiahordozók vonatkozásában január 1-et követő szerződésünk. Villamos energia szerződéseink azok többé-kevésbé jól állnak, de a gáz, földgázbeszerzésre vonatkozó szerződésünk még nyitott kérdés. Ugye mindig van helye a pénznek, de arra van esetleg lehetőség, hogy akik Kálós Eményben élnek és nehéz helyzetbe kerülnek pont emiatt, hogy ők valamilyen plusz támogatást kapjanak vagy kérjenek az önkormányzattól? Az önkormányzatunk minden évben megpróbál maximálisan úgy hozzáállni a nehezebb sorsú emberek támogatásához, hogy
anyagi, illetőleg természetbeni juttatásokat ad. Nyilván a szociális keretünk ez mindig ezért befolyásolja ennek a mértékét. Most is terítéken volt a képviselőtestület asztalán, gondolkodunk rajta. Megvárjuk még a hónap végét, és ezt követően fogunk dönteni arról, hogy a támogatás és annak mértéke az mekkora legyen, illetőleg annak köre. Híres Kálós Emin arról is, hogy az első lakáshoz jutás is szokta támogatni. Ez azért működik? Megmaradt? Megvan maga a rendelet, illetőleg a lehetősége is. Itt egy dolgot mindenképpen számításba kell vennünk, hogy az elmúlt évben a folyamatos bérfejlesztések révén az a meghatározott átlagbér, ami a rendeletben meg volt húzva, az már most tarthatatlan, tehát az már a múlté. Tehát mindenképpen a képviselőtestületnek az lesz a feladata, hogy a rendeletet a mostani életviszonyokhoz igazítsa, és akkor bízunk benne, hogy ismételten szélesebb körben tudjuk ezt a támogatási formát eszközölni. Bizonyos tekintetben, tehát még nem lehet tudni, mit hoz a jövő, de fejlesztésekben van-e valami, ami a jövő évre tervezett, meg is tud valósulni, és fontosnak tartja? Tervezetben talán annyit tudnék mondani, hogy készülünk folyamatosan a toppos kiírásokra, tehát vannak olyan fejlesztési pontok a településen, mindig vannak minden településen, amit meg kell valósítanunk. Az úthálózatunkban szeretném mindenképpen fejlesztéseket eszközölni, valamint a óvoda épületének fizikai volta az nem teszi szükség, vagy nem adja meg azt a lehetőséget, hogy azt a várható gyermek létszámot, amit két év múlva prognosztizálunk az óvodába, azt el tudja látni. Tehát egy óvoda fejlesztés, egy óvoda bővítésre van szükségünk, ez a másik nagy kardinális pont a településen. Valamint én úgy gondolom, hogy most már napirenden lesz mindig, folyamatosan, ez pedig az energetikai, megújuló energetikai beruházásoknak a érvényessége. Tehát ezt úgy gondolom, hogy előrébb kell sorolnunk az összes többi fejlesztés. Valami szó, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Európai kulturális vállalkozás ezzel a meglepő fordulattal próbálta bemutatni az unió értékeit Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter. A politikus egy ciklus töltött Brüsszelben is, az Európai Bizottság egyik biztosaként, tehát van tapasztalata európai ügyekben. Nemrég Mária Pócson tartott előadást, ahova a Karab Zoltán is elkísérte. A nagy bajban nagy összefogás kell, hangsúlyozta prédikációjában Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita atya a Mária Pócsi Zarándokházban tartott találkozón, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei települések vezetői mellett az egyházi és a civil szférából is számos érdeklődő vett részt. A válságok és kihívások korában is a közösségekben rejlik az erő címmel szervezett esemény pódium beszélgetését Kis András vezette, akinek vendége a mostanában Brüsszelben is gyakran tárgyaló területfejlesztési miniszter Navracsics Tibor volt. A miniszter beszéde elején leszögezte, Magyarország karnyújtásnyira van a nekijáró pénzektől, de most nem ez ügyben jött előadni, hanem azért, hogy az előttünk álló nehéz idők miatt a helyi közösségek megerősítéséről beszéljen a településvezetőkkel. Az elmúlt években azért meglehetősen sok válságot éltünk át, sőt azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt 15 év az tulajdonképpen Európában válságok sorozata kezdődött az euróválsággal, aztán a koronavírus járvány egymást követő hullámai, most pedig egy háborús helyzet szélén vagyunk itt mi. És ez azért megmutatta azt is, hogy az európai társadalmak közül csak azok tudják nagyobb válságok nélkül átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, amelyek társadalmi értékeiteket tekintve is erősek és erős közösségekből állnak, azaz olyan közösségekből, amik meg tudják tartani az egyént, és meg tudják tartani az egyén életét is, és önmagában közösségiséget felmutatva a társadalom alapegységeiként is tudnak működni. Ebből adódóan a jólét, és általában azt mondhatjuk, hogy egy társadalom stabilitása az nem csak számokban leírható összesség, hanem olyan érzelmi kötelékek, erős érzelmi kötelékeket is jelent, amelyet egy kormányzati politikának is erősíteni kell, már csak a saját maga érdekében, de a társadalom érdekében is. És hát én abban bízom, hogy a mai este folyamán ezt tudjuk megvitatni, illetve hogy melyek azok a kötelékek, melyek azok a közösségek, amelyeket nekünk is erősítenünk kell ahhoz, hogy az elkövetkező előreláthatólag szintén nehéz éveket minden nagyobb baj nélkül át tudjuk vészelni.
A pódium beszélgetés előtt és után a miniszter találkozott a helyi települések vezetőivel, köztük Simon Miklóssal, a térség országgyűlési képviselőjével, aki beszédében javasolta az éjszakai közvilágításra vonatkozó törvények lazítását, mivel ezzel a helyi önkormányzatok csökkenteni tudnák az energiaköltségeiket. Navracsics Tibor azt mondta, azért jött Mária Pulcsra, hogy az itteni emberek problémáit is megismerje. Politikusok mindig gyakorlati emberek, mi az emberek bizalmából tudjuk végezni a feladatunkat, onnantól kezdve, hogy nem szavaznak ránk az emberek, be kell fejeznünk a pályánkat. Ebből adódóan mindenki nagyon gyakorlatias, és az a tapasztalatom, hogy mindenki igyekszik a választópolgárok fejével gondolkozni, tehát nem a saját gondolatait ráerőltetni a társadalomra, egy közösségre, egy választókerületre, vagy annál kisebb közösségre, hanem inkább az ő gondolataikat megismerve ezt tolmácsolni, ezt kifejezni. Úgyhogy én azt várom, hogy itt a térség igazi gondjaival fogok találkozni, és meg tudjuk beszélni azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni. A miniszter a pódium beszélgetésen hangsúlyozta, mivel az Európai Unió egy alapvetően gazdasági szövetség, épp úgy nem viselhet hadat más országokkal szemben, mint ahogy nem szólhat bele a tagországok belpolitikájába. A miniszter a jövő legnagyobb kihívását abban látja, hogy az uniós tagországok képesek-e egymás történelmi és kulturális hagyományait megérteni, valamint abban, hogy a szövetség képes-e nemzetek szövetségeként együttműködni. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, Európa Ázsia félszigete, és ami megkülönbözteti Ázsiától, amióta Európát ismerjük és európai öntudatunk van, azóta ez egy kulturális vállalkozás. Az alapvető probléma, amivel most szembesülünk, az az, hogy Európa nem közösség. Amiről azt hittük, hogy közösség lehet, sőt, amiről az európai, mai nevén Európai Unió alapító atyái, akik egyébként mindegytől egyik keresztény demokrata politikusok voltak, egy német, vagy akkori terminológiával élve nyugat-német, katolikus Konrad Adenauer, egy elzászolt olimpiai német francia, Luxemburgban született katolikus Robert Schumann, és egy dél-tiroli olasz, aki az osztrák birodalmi parlamentben kezdte a politikai karrierjét, Alcide Gasperi, hármasa az, amire úgy tekinthetünk, mint akik elindították az európai integrációt ténylegesen is, sok-sok álmodozás és sok-sok tervezet után. És ők abban a hitben tették ezt a második világháború után, hogy csak az európai összefogás az, ami esélyt adhat nekünk arra, hogy ne kelljen ismét átélnünk egy több millió halálos áldozatot követelő pusztítás, ami Európát lerögte a világ élvonalából, és aminek következtében mind a mai napig tulajdonképpen az amerikaiak, aztán egy ideig a szovjetek, most pedig a kínaiak betélkedését kell kényszerű társként nézve némileg alávetetten gazdasági szempontból, sőt egyébként talán már kultúrai szempontból is. Ugyanis az ő elképzelésük az volt, hogyha az akkor szabad nemzetek, nyugat-európai nemzetek összefognak, akkor létre tudnak hozni egy olyan közösséget, amely felülemelkedve a nemzeti önzésen és a szükségszerű nemzeti torzsálkodásokon. Gondoljuk csak bele, 1945-ben, 46-ban az akkor élő politikusok számára az alapélmény az volt, hogy a nemzeti érdekösszeműködések 30 éven belül két olyan világháborút robbantottak ki, amelyek milliók, emberek milliójának életét követelték, és az egész földrész elpusztulását eredményezték. És azt gondolták, hogy a békét úgy lehet megteremteni, hogyha a nemzeti önzésen felülemelkedünk, a partikularitáson felülemelkedünk, és Európa eszméjét nézzük, Európa kulturális örökségét nézzük, azt nézzük, ami összeköt minket, és nem pedig azt, ami elválaszt minket. Azt az európai kulturális örökséget nézzük, amely akár a görög-római, akár a zsidó-keresztény, vagy bármilyen más előzményre vezeti vissza, vagy mindegyikre vezeti vissza az előzményeit, de mégis azt tudja definiálni, hogy mitől vagyunk mi európaiak, hiszen Európa, amit földrajzilag megnézzük, akkor az ázsiai kontinens egyik nagy kiterjedésű és földrajzilag rendkívül tagolt, de mégiscsak félszigete. Mi Ázsia félszigete vagyunk. Ami minket Európává tett, az a kultúra, az a kereszténység, ez az, ami
és ez az, aminek következtében Európa első perctől kezdve, amióta Európát ismerjük, és amit európai öntudatunk van, azóta egy kulturális vállalkozás. A találkozó az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a Hieroteos Egyesület, valamint az Itthon Szülőföldön Fiatalon Egyesület közös szervezésében jött létre. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!